Mint ahogy tudjátok, biztosan most az egyik legfelkapottabb social media platform a TikTok. Rengetegen használják, köztük egyébként én is, hogyha valakit érdekel itt a nevem. Amúgy be is követettek. Eléggé rá lehet szokni a dologra, jönnek sorba az érdekesebbnél érdekesebb videók, ezért a mai videóban összeszedtem nektek a 21 legnézettebb TikTok videót. Úgy gondoltam, hogy sokatokat érdekelheti, bevallom, még én magam sem láttam, szóval ez egy félig reakció lesz. De nem is húznám a szót, iratkozz fel, kezdjük. Az első videó Bella Porcsé, szerintem őt már mindenki ismeri. Egyébként ezt Kapusznis Baba néven találtam meg valamiért, ha ezt valaki tudja, hogy miért is van, azt írja meg kommentbe, léci. Hát ez ilyen tipikus Bella Porcsos videó, amikor rázumol a fejére a kamera is. Hát mi történik? Tátok, ezt a videót 149,9 millióan nézték meg. Hát ez nem volt az egyik leghosszabb videó is, és túl sok dolog se történt, de szerintem volt. Charli D'Amelio családi tánc. Ez lenne a 20., de valamiért nem elérhető a TikTokon. Ezt már egyébként jó pár hónapja küldtétek el nekem, de amikor most meg akarom nézni, már nem elérhető. Mi ez a videó? Csak gondoljátok el, hogy random bekopog az ajtótokon Bella Porcsé, és egyébként valószínűleg tartom, hogy ez az egyik legolyanabb videója, amire nincs magyarázat. Szerintem ezt a hangot nyugtatónak készítették, de hát egyáltalán nem az. Szerintem. Téged megnyugtatott? Nekem mindegy, csak hagyj békén is, ne bánts. A 18. is Bella Porcsé, de nyugi, ezután már lesz más is. De valljuk be, hogy egy nagyon ismert és nézett, nagyon ismert TikTokerről van szó. Itt annyi történik, hogy reagál saját magára igazából, de a másik videója, hogyha jól tudom, amit néz, az viszont nagyon nézett. Egyébként esküszöm, ezt láttam még a For You-ba is talán egyébként, amikor kirakta. De amúgy nem tudom a másik, de én nem tudom a másik oldalon, hogy mi történik, ott több a smink, vagy ott meleg volt, vagy. De egyébként azt hinnétek, hogy olyan könnyű ugyanazt megcsinálni, de amúgy nem, mert azért biztos látjátok a különbséget, hogy szerintem, ha bevalljuk, az eredeti jobb. Vagy én nem tudom, azt a nézést nem lehet megismételni, vagy meg ez az egész videó. Itt van Szikla! Dwayne Johnson! Ha jól értelmezem, ez a videó most arról szól, hogy a legjobb barátja Sziklának, egyébként tényleg megható, azt valljuk be. Rengetegszer találkoztak, dolgoztak közösen, és ezt a videót 168,5 millióan nézték meg. Annyit írt hozzá egyébként, hogy legjobb barát Csek. Csek! Csek! Tovább! Habkígyó. Ez... ez melyik világban volt habkígyó? Hát nem az volt. Itt mi történt? Mi? Bár, mi a leírása? Annyi van írva ez a videóhoz, hogy világ leg... Annyi van írva ez, hogy világrekord érdekesség. És egyébként tényleg az, mert ez milyen állag, vagy ez miből van, mi ez? Hát ilyen kémiai világrekord. Kémiai világrekord, egyébként ezt nagyon adom, hogy egy ilyen van a 16. helyen. De jól is néz ki a háttér, minden. Szerintetek az végzetes dolog lehet ott az, ami kijött belőle? Ha valaki megfejti kommentbe, hogy mi ez, annak be fogom szívezni a kommentjét. Lesz drop, lesz drop. Hát, mindenre számítottam, csak erre nem. Nem, azt hittem a dropna egyébként ilyen teljes váltás lesz szín vagy valami, de egy szokásos ilyen Bella Porcsos nézés jött. Érdekes. 193,6 millió, igen, de egyébként szerintem ezeket a videókat, ha valaki TikTokozik, már biztosan látta. Ezt hogy csinálta? Mi történt? Levágta a szakát? Most nem értem, mi történt, mert nem figyeltem annyira. Ez tuti valami prank. Levágta a szemet, okay. De ez hogy? Most nem figyelt a fodrász, és ezt esküszöm nem láttam. Ez most tényleg annyi történt, hogy nem figyelt a fodrász, és levágta a szemöldökét. Tuti valamit odarakott azzal a lendülettel, nem? Na mondjuk ezt megcsináltam volna előtte is, szóval azt nem értem. Ja, oda van írva, hogy prank, de ezt hogy csinálta, várja? Ez a videó 217,1 millió megtekintést ért el. De akkor ezek szerint ez egy átverés, szóval annyira nem volt világos, de... Nagyon menő. Megint Dwayne Johnson, The Rock. Ezen mi történik konkrétan? Zseniális. Itt annyi látszódik a videón. Egyébként annyira nem értem, tehát kicsit úgy jön le, mint hogyha a rákot szivatna hasával, de ugye a ráknak nincs, azért nem annyira értem, de... És ezt megnézzük még egyszer. Szóval kisétálnak télapóval, ki akarta gáncsolni, és visszaijesztette a Mikulást. Érdekes módon kíván valaki kellemes ünnepeket, de az biztos, hogy Szikla tudja, hogy hogyan kell olyan videót csinálni, amit szeretni fognak. Mondanám, hogy az egyik haverodat öltöztes be télapónak, csak hát ezzel kicsit elkéstünk, de... De majd jövőre, az idén. Valljuk be, hogy a Sziklától mindenki félne. A mozgó lépcsős tánc. Egyébként ez egy remake, amit már nem először csináltak meg, de ami bevált, azt miért ne folytatnád? Próbálom keresni a szavakat, de ez miért nem jutott eszembe eddig? Itt most annyi történik, hogy egy magasabb srác egy kisebbe táncol. Amúgy szerintem, akik mögötte sétálnak, gondolom, hogy azok is velük vannak, nem? Vagy eléggé furcsán néznek rájuk. De lehet, nem?
11. Ezt ugyanaz a srác csinálta meg, és 248,3 millió megtekintést ért el. Konkrétan ugyanaz a videó. Konkrétan ugyanazt csinálta meg, csak most ha jól értem, akkor üvöltöttek egyet a végén. Jó, ez szerintem már sokkal reálisabb amúgy, mert itt mindenki rájuk nézett. Így kell kompenzálni azt, hogy ha nem figyelnének rád eléggé egy tánc után, még üvölts is egyet. Egyébként én lehet meglepődnék, hogyha egy mozgó lépcsőn ez történne. Ha van furcsa, mozgó lépcsős emlékez sztorid, azt is írd meg, mert el fogom olvasni, mert ezek érdekelnek. Will Smith, Wipe It Down. Ez a videó 259 millió megtekintést ért el, azért ez se rossz szám egyébként. És annyi történik, hogy volt egy ilyen trend, és ő ezt nagyon királyú meg is csinálta, mivel ha jól látom itt most, törölgeti a tükröt, és egyszer csak ilyen nagyon menő átmenetben megjelent az elegánsabb énjem, akár a filmekből. Egyébként én nagyon boldog is vagyok, hogy ilyen emberek vannak már a TikTokon is. És ilyen király videókat tudnak csinálni. Úristen, itt van a következő, ami igazából már volt, csak ez az előzménye, amit még nem láttunk. De úristen, ez még durvább. Még a házba is bemutat. Amúgy az a akkor mi lesz ott mondjuk? Ez nagyon jó, olyan, mint valami slime, amit tudod lehet törni, meg nem is tudom, de... És hogy elfutottak a kös? Mi van, hogyha valaki ott marad amúgy? De még a színe is alakul, ha megnézitek. Ez nagyon jól néz ki. De még füstöl is, nagyon durva. Most gőzölök? Vagy itt mi történik? Hát gondolom azért vannak ilyen védőruhában, mert azért veszélyes anyag lehet, de... Még random emberek is ott voltak az utcán, de... Szerencsére, hogy látom, mindenki elment. Egy ilyet egyébként nagyon megnéznék élőben. Utána így jön neki, és söprővel, ami lerohad a vége, vagy... Ó, ez egy olyan videó lesz, amikor feláll, és így tovább csúszik. Jelen. Hát ez szomorú. 275 millió. Hát én azt hittem, hogy itt most az fog történni, tudod, hogy feláll, aztán még csúszik, de ott a lábával mit csinált, úristen? Már egy pohár van a lábán. Azt hogyan? Jó. Ú, amúgy egyébként az... Azon kívül, hogy kellemetlen, biztos nagyon rossz is volt, hogy így érted, hogy fájt. Azért mondom, úristen. De meg mit csináltad? Vagy ez miért? A következő egy web challenge, 276 millió megtekintés. Ezt tudom is, hogy miért ért el ennyi megtekintés. Van egy tippem, miért nézték meg ennyien. De egy nagyon érdekes challenge-ről van szó. Bella Porch. Ó, és nem első ez a videó. Azt hittem egyébként ez a videó, amit már biztosan láttál, ez első között lesz, de nem, 504 millióan nézték meg, szóval ez már fél milliárd megtekintés, de még mindig másfél milliárd megtekintés, ezzel van maradva majd a későbbitől. Nedves a festék, 658 millió, vagy nedves, vagy ez még frissen festő akar lenni? Itt mi történt, úristen? Ismétlés. Azta! De itt mi történt? Ja, hogy... Úristen. Ez hogyan történt, hogy ez ilyen prank? De nagyon jól összevarakva. De zseniális, mert most úgy van megcsinálva, hogy ne vedd észre, amikor újraindul. A legjobb búvóhely 950 millió. Ezt a csávót egyébként imádom. Amikor keresed a legjobb búvóhelyet, hát ő... Jaj, ez is akkor én isten. Egyébként ezek nagyon jól tudnak kinézni szerintem. Összezavarodtam a videóba egyébként. Ó, ez is az. A következőt is ő rakta ki, 965 millió megtekintéssel. El fogja vágni a porrat. Ó. Úristen. Egyébként ez a srác felelős szerintem minden szinten nézettebb videóira TikTokon, ami ennyire nézett. Ezúttal olyan, hogy látjátok, egy tortát csinált egy pohárból. Oké, hogy gépes szerkesztés, meg minden, de szerintem nagyon jól néz. Mert ne is várjátok, hogy ez valaki megcsinálja ténylegesen. Szóval ezt az embert én ismerem, és nagyon sokan szeretik, nagyon sokan nem elég megosztó. 1,7 milliárd megtekintést ért el a TikTokon ezzel a videóval. Ez is egy trend volt, azt hiszem igen, hogyha egy ilyen gömböt, karácsonyi gömböt ledobtál, és olyan, mintha felrobbant volna a szoba, de nem, ugye csak karácsonyi díszekkel. De ez is nagyon jól néz ki, mert ilyen hirtelen váltásban, hogy egyszer ilyen volt, aztán olyan is, ilyen cségós robbanás, mindjárt egy sztrókot kapok szerintem már. Várja. Az első, ugyanaz a srác rakta ki, Zach King, és 2,2 milliárd megtekintést ért el ezzel a videó, valahol is egy söprőnyélen repül. Hát nagyon jó ez a ilyen scary videó a háttérbe közben. Ilyen ijesztő videó megy. Úristen, ott mi történt? Ja? Ez most akkor igazi videó? Vagy ez is ilyen szerkesztés volt csak? Ja, szóval akkor ez is ilyen szerkesztés volt, értem. Úristen. Ja, mondjuk látszott, hogy kijött a tükör, de attól még nagyon jó szerintem. Ezt amúgy talán láttam már, de nagyon régen szerintem, lehet mutatták. Kommentbírnok, hogy te láttad ezt a videót, vagy hogy melyik videót és hány videót láttál ezekből. Szeretnétek többiet látni, 5000 like is lesz, és írjátok le, hogy Zsolt is itt legyen. Találkozunk legközelebb, sziasztok.